LOL, mik ezek a képek a tévébe? Na király! Dávid! Sziasztok srácok, ezt kértétek, itt vagyunk 3008-szor Dáviddal. Nem, azért ennyiszer nem vagyok ott, Gerd. De 3008-szor kértétek már tőlem. Újra itt vagyunk az SCP 3008-ban, mint jobb oldalt látjátok, Dávidot is meghívtam. Itt vagyok. Igen, emlékszel még erre a játékra? Rohadt rég játszottunk. Igen, de ez FPS volt? Igen, FPS volt. FPS volt? Nem tudom. Nem emlékszem, olyan rég játszottam is. Rég játszottunk. Hogy kellett. Keressük meg egymást. Lehet fütyülni. Hol vagy? Töröktem. Várj, látom a nevedet, Dávid! Az IKEA-ban vagy. IKEA-ban. Szóval nagyon rövid, SCP-3008-nak az a lényege, hogy lehet, hogy akkor láttam, csak amikor fütyülsz. Hogy egy végtelen IKEA-ba bezárnak minket, ahol éjszaka jönnek az itt dolgozók, azt meg akarnak ölni. Há. Láttad, hogy ki írta? Láttam arra a nevedet. Várj, ott van valaki, hogy ez egy itt dolgozó? Maradj már arra, amerre fütyentettem, arra elindultam. Itt vagyok. Új, itt van egy bunker. Ilyen magas, mindenkivel ilyen rakodós. Látom a nevedet, részt. Látom a nevedet. De hol vagy? Forogja a képen, és látom a nevedet. Én nem látom a tiédet. Füttyencs? És ott van a neved. De én nagyon örülök, hogy látom a nevedet. Csak olyan messzinek tűnik. És félek, hogy egyszer csak random este lesz. Itt fogok megdögleni. Én nem látlak, Gerd. Nem tehetek róla. Én így. Csak maradj egy helyen. Vagy kezdj el ott építkezni, csak ne menj el, please, mert... Megint megrájönt a neved. Lehet, hogy csak egy ilyen ábrány. De fütyülök akkor. Tehát tényleg úgy van, hogyha fütyülsz. Jó, de akkor te engem hogy nem látsz. Itt egy itt dolgozó. Hello. Hello. Mit is szoktak mondani, hogy... Is it the store has now closed, please exit the building, vagy valami ilyesmi. Valami ilyesmit mondanak. Pütyents még egyet, please. Aha. Jó, lát, ott vagy. Megjelen? Hogy ez nem te vagy? Nem. Ez egy másik játékos. De megjelent a neved, úgyhogy találkozni fogunk. Ez régen nem így volt. Emlékszel, videók előtti órákig kerestük egymást. Hát jó, de itt vagy, hello! Hello! Úszt, rohadt neked! Úristen, de hallod, majdnem itt van. Van bunki? Hát itt kezdtem el építeni, de még kezdetleges állapotban van. De ez az itt, amire felmásztam? Akár. Na, srácok, szóval annyit erre a játékra, hogy ilyenkor túl kell élnünk az éjszakát, és jönnek az IKEA-s dolgozók, hogy kidobjanak minket, hogy húzzunk innen el. Mert hát este van. Továbbá bármikor kinappalodhat, és van, hogy fake nappal van, akkor ugyanúgy megölnek. Nekünk bunkert kell építeni, és túl kell élni, és vigyázni kell, mert ezek az rohadt IKEA-s dolgozók nagyon ügyesek. Hozzunk már ide lámpákat, mert jó. Nem látok. Meg nem emlékszem, hogy melyikkel kell. Elbetűvel csak elbetű. Neki mész, és akkor felveszed bizony. Szóval, hogyha látsz dolgozót. Nem tudom, szerintem itt... Ugyan sötét van, hiába igen. Hoztam a lámpát, nem látok jobban. Az a baj, hogy ezen szerintem ő is fel tud ugrani itt. Igen, azért kell oda tenni egy nagy falat kanapéjbaul. Kanapéjbaul! Körbe kéne magunkat falakázni. Igen, itt a fentebb... Viszek WC-t, Dávid, ez fontos. Igen, hát az persze, hogy fontos. Hogyan lehetett váltani, hogy... Shift-tel? Ott a... Bal oldalt írjat, vagy jobb oldalt, talán hoztam WC-t. De várjál, hogy lehet... Ja, hogy az Y-nal, jó van, oké. Aha. Budi már van, szóval... Nagy baj nem lehet, ott vannak ilyen diszkófények. Röviden, úgy kellett tenni, hogy beleszilárduljon a padlóba, tudod. TV-t is be tudom kapcsolni. Cancel. Ó. Cancel. Ez jó. Most ez itt marad a képernyőnk közepén, hogy cancel. Jó, várjál, a tévé az amúgy tud... Mit? Világítani. Nem tudom, emlékszel-e. Várjál, most ezt hogy tudom eltüntetni. És itt van a képernyőnk közepén egy kis ablak. Azt tudom, hogy valamivel meg lehetett nyitni a kajázást és a G-betűt. Jaj, bocsi, fütyült. G-betűvel fütyültél most. Nem, a H betűt nyomtam a G-betűt. Szóval a tévé az amúgy jobban világ... Itt egy izé, Dávid, vigyázz. Ló! Ezek a képek a tévébe. Ott lent volt egy dolgozó. Nem merek lemenni. Hát jó, akkor menjünk. Nincs itt senki. Viszont így ez a tévé, ez nagyon jó fényt tud adni, meg íz. Igen, itt még van lent egy tévé, azt hozd már fel. Én meg elmegyek oda a diszkó fényekért. A monitor is jó? Próbáld meg bekapcsolni.
Hozok gamer fényeket. Ú, ezt el tudom gamer vinni? Gamer fény, gamer! Oh, el tudom vinni a gamer fényt, amúgy ez ami karácsonyi dísz. De hívjuk gamer fénynek. Vannak a földön amúgy ilyen nyilak. Kaját azt hoztál magaddal? Nem, nem hoztam, elfelejtem. Pedig az nagyon fontos. De várjál, most hogy kell... Jó. Ide rakom a gamer fényt. Nézd! Nézd a gamer fényt! Ezt nézd! Ó, a gamer fény! Tudom! De most kikapcsolt a monitor, ezt kapcsold már be, itt van. Lehet időzítős. Időzítős, mozgasd az egeret. És mindig megnyomva véletlenül. Jó. Még lemegyek egy másik gamer fényre. Meg kaja is kellene. Jó. Most már elég fényt hoztunk, most már valahogy ilyen barikádokat építsünk. Meg... Ez a felső szint lenne amúgy a legjobb. Asztal. Nem tudom. De olyan, úgy tetszik nekem már ez a bunkereske. Ú, amúgy itt nagyon komoly bunkerek is vannak. Nagyon para ez így, amúgy utálom. Meg annyira ijesztőek az itt dolgozók. Kicsit jobban bezártam magunkat, vagy nem tudom. Jó. De. Hogy hozod a ledeket? A ez a Stranger Things-es led. Az milyen? Hát tudod, az a karácsony, ami villogott. Ja. Valahol pattintsak be. Opa! Felment a tetőre, de jó. Nagyon, nagyon jó. Hangulatos, hát ez itt a férfi részleg, alatt leülünk a fejjel lefelé lévő kanapira. Igen, és van budi, úgy, meg tévé, meg a monitor. És itt fogunk, izé, kiteszük a táblát, hogy lányoknak belépni. Ja, igen. És menők lesz. Oh! Jó. Ez most... Muzika? Várjál, ez nem... Akkor ez real. Ez real? Hát gondolom, hogyha megy a muzsika... Nekem olyan van. Ködös. De lehet, hogy igazi. Mondjuk tényleg eléggé ködös. Hát mindjárt kiderül. Biztos ne kezdjünk el oldalra építkezni, hogy így kijebb szélesítsük és feljebb. De. De. A szőnyegen szendet tudok menni? Ezt már ilyen érdekesen lehet így feljönni. Így jössz. És akkor itt így neki tudsz menni a létrának és így fel tudsz menni. Parkour? Hát nem, épp az, hogy nem parkour. Hát már de nekem nem sikerült. Nem, ott, ott, igen. Aha. Felmászol, és csak úgy neki kell menni, és akkor és fel tudsz rajta. Ide teszem, ez fix? Ó, ez fix. Jó. Igen, hogyha beleteszed a másikba, akkor fix marad. De csak hogy... Azok növénykét! Ó, csak hogy szőnyeg, mondom, nem tudom a szőnyeg mennyire fix, de hát ebben a játékban a szőnyeg. Lesz kád is, Dávid, fenn majd tudunk fürdeni. Úristen, de jó, végül. Legénylakban nem leszünk büdösek. Testemet, amúgy meg mert csak a lányok fürdek, a férfiak kizadjuk. Ja, mi kizadjuk, persze, meg izé sziszegő szappannal. Új, és milyen jó, hogy pont a lámpa fejjel lefelé van itt, mert rá tudtam tenni, mint hogyha a növénytartó lenne, nézd, Gergő. Várjál pillanat, csak lerakom a kádat. Nagyon fontos. Úgyse tudod. Hozok barátod, Gergő. Hozom itt. Barátunkat. Mi van? Oly, nagyon szép lett ez a virág. Ez a lámpa így. Rakd bele a kádba. Kádba tényleg, fürdik. Itt fog fürödni. Ő egy folyamatosan fürdeni fog. De jó neki, oda nézzél már. És kim van itt a szélén a kád? Az hát most... Úgy elfoglalja az egész helyet. Igen, amúgy kaját kéne hozni. A kádon lesz tévé. Scrub Daddy Gergő. Mi? Ott szaladgálnak Scrub emberek Scrub rajtad Daddy. Kívül is. Igen, itt volt egy paciens. Ott szalad. Hát szaladjon. Ha szaladik, hogy szaladjon. Nézd, itt a Scrub Daddy, ezt ide betesszük a zuhanyzóba. Tényleg? Scrub Daddy? Scrub Daddy. Daddy! Pont kiírta itt a chat, hogy minden hétfőn spónolódik újra a kaja. De amúgy milyen nap is van? Az, amit vele gondolsz tényleg? Új, itt van nagy szőnyeg. Ne, a nagy szőnyeget nem tudom pont vannak elvinni. Vannak pedig pakkok. Új, itt meg van tábortűz. Minden héten, de hogy minden hétfőn. Vagy játékbeli. Ha beleállok, héten. Meg éget. Nem, de nem tudom elvinni. Aj. Új, itt építkeznek még itt a legények, de nincsen kajánk. Várj, itt van, nincs csak, én szereztem a... én is sütit. Jól van, az legyen is. Ágyikót hozom, hogy ó, ezt el lehet vinni ezt a tábortüzet? A legjobb a raklap amúgy, vagyis régen az volt a legjobb, most már nem tudom mik a legjobb. Nem a tábortüzet nem lehet, én is most próbáltam. Itt vannak a kaják, oké, megvan, van mellettünk egy ilyen... Ahol spawnolódik? Kajákok? Aha, és az egész pizzát külön-külön szeletenként el lehet lopni. Istenem, hogy ágyjál a kezem, valit tudok felugrani. Meg hol vannak a szörnyek? Az a jó, amíg nem lássuk. Mert igaz, de úgy jó lenne, hogyha jönnének néha. Ezek raklapok.
Még ezt ide leteszem. Hol vannak raklapok? Itt alattunk pont. És hogy hozom. Építsük? Várjál, nézd, itt valaki kifele húzom. Valaki itt hozott asztalokat, meg mindent, ezeket is így ide tehetnénk. És tehát, hogy így kifele nőjön a tér. Így, én így gondoltam. Hogy ne csak egy ilyen csíkba tudjunk menni. Falacs? Az ott egy ember, vagy egy... Hol? Szerintem ember, kislány volt ott. Ja igen, az. Ilyen piros kinézete van a irigyeknek. Visszafütyülök neki. Nagyon jó ez a fütyülés. Ezt nézd. Mekkora mű? Itt vannak ágyak, azok is jók így. Aha, azok nagyon jók. Áú! Elkezdtem a falát felhúzni. Hallod? Ugrásból ne ugorj le. Ugrásból ne ugorjak? 21 életem lement. Az előbb szimplán lesétáltam, az oké. Okay. De ugrásból? Ugrásból már azért veszélyesebb a szityú. Szityú? A szituáció. Hát vannak azok a szituációk. Vannak bizony, vannak. Na, megyek, várjál. Okay. Most már elkezdtem itt falat építeni. Jó, én még egy kicsit, szélesítem. De csak egy kicsit. Jó? Jaj. Ja, itt van, megtaláltam. Az előbb valamelyik billentyűvel előhoztam a... Mit? Azt, amivel le lehet tenni, tudod, ilyen pontokat. De melyikkel? Ott fent írja Q, G és T. T betű. Waypoints. Akarod mondani waypoint. Várjál. Waypoint. Waypoint name. Otthon. Édes. Igen, otthon. Oh. Hú. Na most aztán. Waypoint color cake. Nézd nekem ide, letettem. Nézd nekem ide. Várjál, szóval nézem neked oda. Letettem. Na, bajtás, most akkor megfüggesztessük meg. Nem látjuk egymásét. Egymásét nem látjuk. Mert én nem látom a te vajpontod. Nézd, Gergő, lett arc. Meg már. Rá tudod tenni az arc? Jaj, de jó. Jaj, de jó. Milyen kis boldog. Nagyon boldog, hogy itt lehet. Ahogy most nézem, hogy milyen poszterek vannak itt fent. Igen, fent. Budget buying. Igen, meg valahol ott van az a festőbácsi, ahogy hívják, a Bob Ross. Tényleg? Valahol ott van, nézd. Az ott ő. Várjál. Ja, tényleg ott fest. Hogy mit csinál? Nem, csak a feje van ott. Az a feje, igen. Bob Ross. És ott vannak a dolgozók nézd, is. Itt eljössz? Itt, igen, itt van valakinek valami nagy izéje. Bázist épített ide a valaki? Várjál, mert ennem kell. Amúgy ez jó ötlet, én is. Észek. Én egy hamburgert eszek. Hallod? És ez mi itt van a mi utcánkban? Energiát ad a hamburger. Ez a irigyek utcája. Ez a mi utcánkban van. Azt, ez valami, mint egy bizé nightclub. Ezt el is viszem, ezt a kis izét. Szegény. Azt az eget. Nagyon komoly. És oda át lehet jumpolni. Oh. Nem... És még a életem is lemet. Isten, Dávid, itt van egy... Nem próbálom meg. Mi? Egy NPC. Mi? Hello. Itt vagyok én itt is. Itt alattunk. Ne. Esküszöm, láttam! Hát most így káprázott? Itt van, tényleg mondom. Itt van bent, itt a raklapon látni lehet. Igen, itt megy lent, de nagyon lassan, hála az égnek. Be van bagoltatva. Igen. Be, elkapták a szerencsét. Elkapták. Meg nézd, itt egy másik, itt van ő is. Úgy talán, ami nagyon vérprók játszottak. Igen. De hát szegények, már esküszöm, sajnálom őket. Tudod, nem. Kiszabadítsd. Ne, Dávid. Majd nappal. Oh-oh. Csak kiszedted? Ki? Jaj, de nagyon üt! Jaj, nagyon üt! Meghalok! Ez nagyon gyors! Excuse me, asszony! Excuse me! Na király! Szaladj! Meghaltál? Meghalt. Egy éjszakát éltem túl. 8591 stadot. Kettő kaját ettem. És várjál, hova rak le? Ú, 700 lesz. Blokkra otthontól. Újszak egy ilyen lámpát, ez nagyon jól néz ki. Minecraft blokkra, reméljük tudok nem. Tudok felugrani. Ő fel tud ugrani? Fogalmam sincs, Gergő. Csak annyit mond nekem, hogy excuse me. Excuse me? But bezártunk. Excuse me, but bezártunk? Kérlek, húz haza? Öcsém, miért szabadítottam ki? Itt van Masaki Musnor. Bezárta magát a falba. Tettem a barátunkra egy izét, figurát. Kapaszkodik. Ott látlak, szia! Gyere! Excuse me, hallom, vigyázz! Itt megy! Gergő, siess! Ott van Len! Jó! Feljöttem! Pirosan jelzi őket. Igen. Ugye nem,
Fel tud jönni? Fel, ott van alattunk pont. Ah, Dávid! Gyerge, tegyél oda valami! Nem tudok, nincs állam semmi! Elvettem az ágyat, tessék így! Jó. Hogy jött? Excuse me. Nagyon pattogott. Ott van lent, látod? A pirossal lent. Ugye utálom. Látod. Igen, ott áll. De és hogyha fütyülünk? Most nem tudok. Nem, én sem. Aha, megindult. Most megáll? Akkor látod, hogy jön. Aha, ugrál felfele, nézd már, jön. De hogyha fütyülsz, akkor látod, hogy elindul. Mert itt hogy ez így ad egy ilyen frekvenciát, mint tudod, a denevérek, ahogy csinálják. Jaj, de jó, hogy elmegy. Ott sétál. Füttyentsél neki. Nem tudok, az előbb fütyültem. Elég jó csak. Amúgy látod, hogy úgy megy, hogy a hangot kiengeded, és akkor látod a hoppá falon keresztül. Mondom, ilyen szonár. Hát de tényleg az. Sonár. Na jó van, srácok, adjatok nekünk valami ötletet, hogy mit csináljunk, mert mint látjátok, prók vagyunk, igaz? Már meghaltam az elején, de direkt én volt, nem, direkt de volt. Nézzük, itt van velünk a barátunk, és lett egy kisbabája. Aha, Verunk. Tényleg a kisbabája lett, meg Scrub Daddy arca. Na, valami küldetése, mit tudom én, éljünk túl, de ne az, hogy leestem? Most leestem, közben nyugodtan köszönjük. Hogy 10 000 éjszakát éljünk túl, hanem valami jó challenge-et, amit tudtak. Úgyhogy köszi nektek, köszi Dávidnak, nézd meg, már reggel is lett. Ti vagytok a legjobbak, ha tetszett, like, ha nem, dislike, és a tuti zsúz a gyemeletek. Hello-ka! Hello.